Sikeresnek bizonyult a Marosvásárhelyi Teleki Bolyai Könyvtár Fizess egy öltést elnevezésű akciója. Közadakozásból restaurálták a téka gyűjteményének legrégebbi címerét, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából ki is állítottak. Ezek a felvételek tavaly júniusban készültek, akkor hirdette meg Fizess egy öltést címmel adománygyűjtő akcióját a Marosvásárhelyi Teleki Bolyai Könyvtár. Úgy számoltak, amennyiben 250 személy egyenként fizet egy öltésre való szimbolikus 10 lejt, akkor helyreállíthatják az értékes kordokumentumot. Így nézett ki ugyanis a Szucsáki Ferenc tordai főbíró temetésére 1783-ban készített hallotti címer. És így néz ki ma, a restaurálást követően. A Teleki Téka gyűjteményének legrégebbi címerét először a kiállítás megnyitón résztvevő támogatóknak mutatták meg. Lehet, hogy más forrásokból nem nyerünk az illetőre vonatkozóan információkat, de a halotti címeréből megtudhatjuk azt, hogy milyen funkciót töltött be, hány évesen halt meg, hányban, és egyéb más fontos információkat. A felújítást összesen 70 magán és jogi személy támogatta, a többségük kötődik valamilyen módon a Teleki Tékához. Állandóan a tékában ültem, második otthonom volt a téka, és hát nyilván nagyon jó ötletnek tartottam, hogy megmozgatja a város lakóit, és örömmel adakoztam én is. Lehetett volna pályázni is erre az összegre, de így más felújításnál élnek majd ezzel az eszközzel. Ugyanakkor az adakozásnak közösségkovácsoló ereje van, mondja Lázó Klára, a Teleki Téka főkönyvtárosa. Ő az akciót a vártnál sikeresebbnek ítéli meg. Jóval nagyobb összeg gyűlt össze, mint amennyire számítottunk, és ennek köszönhetően elküldhettünk egy újabb címert is restaurálásra. De én úgy gondolom, hogy talán a legnagyobb hozadéka ennek a restaurálásnak az volt, hogy újra bebizonyította azt, hogy ott van körülöttünk és mellettünk az a közösség, aki magáinak érzi a tékát. A Teleki Téka gyűjteményének legrégebbi és közadakozásból restaurált címerét vasárnapig, január 27-éig tekintheti meg az érdeklődő közönség.